nagy tisztelettel köszöntöm a körünkben Drenkovics Szilárd tervező urat, a Drenkovics építész iroda munkatársát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület! A képviselőtestület még február 9-én döntött úgy, hogy pályázati eljárást tesz közé a 7734/7 helyrajzi szám alatti Csanád vezértéri terület értékesítésére vonatkozóan. Akkor elhangzott, hogy ez a terület a HÉSZ hatályba lépésével egyidejűleg átminősítésre fog szorulni, egy kivett beépítetlen területté lesz nyilvánítva, ami forgalomképes vagyonelem, tehát értékesítésre kerülhet. Azóta az ingatlan nyilvántartásban ez már átvezetésre került. A pályázati eljárás beadási határideje február 28-a 10 óra volt. Egy pályázat érkezett a Progressz Étterem Hálózat Kft. Részéről. A pályázat eljárás főbb szempontjai: a legalacsonyabb vételár összege az ingatlan esetében 83 millió forint plusz áfa összegben került meghatározásra. Az értékesítés célja autós kiszolgálásra is alkalmas gyors kiszolgáló étterem létesítése. A pályázó személyétől kértünk nyilatkozatot a munkahelyteremtésre vonatkozóan, ez csatolásra is került a pályázó részéről, minimum 25 fő foglalkoztatását vállalja a cég, illetőleg kötelező pályázat jelen volt Makóváros főépítészinek jóváhagyott állásfoglalása, beruházása vonatkozóan, ez is csatolásra került az anyagok közé a helyszínrajz vonatkozásában. A pályázat formai és tartalmi szempontból hiánytalan volt. A tegnapi nap folyamán az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a pályázat érvényességéről hozott döntést. A képviselőtestület hatáskörében áll az eredményesség vonatkozásában történő döntéshozatal, és mint ahogy az elhangzott, a pályázó részéről jelen van a Drenkovics építésziroda képviselője, aki egy rövid tájékoztatással tud szolgálni a tervezett beruházásra vonatkozóan. Köszönöm szépen, és akkor tervező urat felkérnénk. Üdvözlök mindenkit, Drenkovics vagyok, Drenkovics építészről a Kft-től. Az én feladatom volt a mintaépületnek az adott telekre való integrálása, illesztése. Hát nem volt könnyű feladatunk itt a főépítész úrral egyaránt, mivel ez a telek ez elég sajátos, hogy a maga kialakítása, miatt Nebecsíva négyszögletű telek. És kezdeném itt az épülettel. Maga az épület az ugye egy adott technológiára épül, ami változtatni nem tudtunk. Konyha technológiájára elég szigorú, szinte másodpercenként kialakított rendszer, és ehhez csatlakozik egy elég kötött belső forgalom technika, tehát a telekre irányuló forgalom technika, ugye itt az autós gyorsétterem miatti konyha technológia miatt, és ezt kellett nekünk a 7734/7-es telekre igazítani. Hát nagyon sok variáció készült itt közel már egy éve, itt a főépítész úrral közösen, meg a kollégáimmal, meg a Progressz Étterem Hálózatnak a képviselőivel, tervezőivel, meg akik csinálták itt a mintaépületet. Hát dolgoztunk, és ez az alábbi terv született meg. Első szempontunk és a legfontosabb szempontunk itt az volt, hogy a lakosságnak az érdekeit képviseljük. Próbáltuk itt erre a területre úgy elhelyezni ezt az épületet, hogy minél jobban hasznosítani tudja a lakosság. Próbáltuk parkosítani, próbáltuk belevinni itt a Makovec örökséget, ugye, ami Makóvárosra nagyon jellemző. Itt a park kialakításában, ott fönt látszódik, hogy ott ilyen kör alakú Makovec szigeteket, ha lehet ennek nevezni, mi így hívtuk így magunk között, ugye, ami a fürdő mögött is megtalálható fásított sziget. Három darabot alakítottunk ki, és parkosítottuk a teleknek az északi csücskét, hogyha fogalmazhatok így. Továbbá az épület mellé is próbáltunk kialakítani zöld felületet egy terasz résszel, ahol ott is ki lehet majd ülni, és az épület hát mögé az OMV benzinkút fele is egy burkolt terasz részt, ahol játszóteret alakítanánk ki, tehát gyakorlatilag ellentétben a más helyekre épített ugyanilyen ugye szabvány, vagy hát mintaépülettel itt három oldalról próbáltuk parkosítani az épületet, hát így is kedvezni ugye a helyi lakosoknak, és hát bízunk benne, hogy jól tudják használni. Itt a forgalommal is voltak
megoldandó problémáink. Ugye itt a közútkezelővel folyamatosan a Magyar Közúttal egyeztettünk, és ő ahhoz járult hozzá, hogy egy helyen legyen a ki- és behajtás, és így tudtuk ugye kialakítani a 28 darab parkolóhelyet, meg ugye az autós kiszolgálás miatt egy belső drive utat, ha mondhatom így, ez a szakkifejezés, alakítottunk ki, és végül is ez lett a végeredménye. Lapoznám tovább, hoztam látványterveket is, amin jobban látható a bal felső sarokban egy fotó minőségű látványterv, tehát így néz neki az épület. Magára az épületre ilyen zöld fém panel burkolat kerülne, fa mintázatú kompozit lemezzel, és az épület környezetében megtartanánk ugye a sövényfuttatást, üvegkorlátok vennék körbe a terasz részeket, és hát ugye ott láthatók a parkosított részt is. Hoztam még egy pár ilyen tömegmodellnek mondanám, ezek nem fényképszerű látványtervek, de jól érzékelteti. Ugye a totemoszlopot beraktuk a másik telekre, ugye itt meg lett osztva a telek, és azt oda be... Jaj, bocsánat. Ezt oda helyeztük el, és a főépítész úr meg a város kérésére ugye ezt is parkosítanánk, oda beraknánk előre, bocsánat, nem nagyon látszik, ott is egy ilyen makovecskör ülőszigetet, amiben makóra jellemzően egy ilyen kerekes kutat helyeznénk el, és a totemoszlop elé pedig a hagyományos makó feliratot terveztük. És egy pár fotót mutatnék, vagyis hát tömegmázlatot, hogy néznek itt az elképzelésünk szerint. Ugye itt a MacDrive, a Drive út látható benne a parkosított résszel, tehát ezt éjjel-nappal 24 órában használhatja a lakosság, reményeink szerint fogják is használni. Itt a másik oldalról, ugye egy külön kérés volt a főépítész úr részéről, hogy minél nagyobb zöld felületeket alakítsunk ki. Hát ugye mivel említettem, hogy ez az épület ez kötött alapterületbe és meg kialakításban, meg van egy belső forgalomtechnika, aminek nem tudtuk meg, hogy a parkoló kialakítás. Így próbáltuk azt, hogy több szintes növényállományt alakítsunk ki, tehát a mostani füves telek vagy park helyett bokrokat, fásítás, ugye itt látható az épület végébe, hogy egy ilyen zöld falat helyeznénk el, vagy létesítenénk. Ezzel ott a göngyölek tárolók lennének kialakítva, hogy ne lássák ugye a városkapun, akik jönnek be a forgalom, hogy eltakarjuk gyakorlatilag ezt a gazdasági épületrészt. És itt a másik oldal látható, hogy a parkoló kialakítás ki lenne helyezve, kettő darab ilyen terasz tető, vagyis hát fedett rész, kiülő játszóterek, a parkolás, 28 darab parkolót tudtunk kialakítani,